Két olimpiai aranyérem, egy ezüst vízilabdázóként, három EB elsőség, és hozzá persze úszásban is EB győzelem aranyérem. Mindezt amputált lábbal ért el a magyar sport egyik legendája, Halasi Olivér, a két háború közötti korban. Most dokumentumfilm készült róla. Szinke Gyula társrendező, és a producer Kis Gergő olimpiai bajnok pólós, a műről, a munkáról. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ha csak egyetlen történetet mesélhetnétek el Halasi Olivérről, akkor mi lenne az? Neked? Hát nekem a legkiemelkedőbb teljesítménye, illetve az életének egy adott kis szerepe az 1931-es Párizsi Európa-bajnokság, ugye, amivel eleve olyan világcsúcsot ért el az épek között, amit azóta se sikerült senkinek megismételni. Ugye először is a csapattal vízilabdában aranyérmet nyertek, és utána megkérte Halasit Komjádi Béla, hogy a egyik úszótársa helyett ugorjon be 1500 méteres gyors úszásra, mert a másik sportás lebetegedett, és hát ugye azért egy kemény vízilabda döntő után tulajdonképpen a nagy favoritokat legyőzte, és hát ugye így szerezte meg ezt a 1500-as gyors úszás versenyt, és hát egy nap alatt kettő különböző sportágban ilyet még senki nem csinált. Tehát nekem ez a legemlékezetesebb pont. Igen, hát ezekről az időkről későbbiekben is sokszor lehet nosztalgiázni pólósoknál, hogy megvolt a pólómeccs, és akkor menjél már el az országos bajnokságra úszni, és még meg is nyert. Na de amikor a később specializott ez a világ, akkor nálatok ez már nem így volt. Nem, még ugye az 50-es, 60-as, talán még a 70-es évekig tartóan elég sok vízilabdázó, főleg rövid távon természetesen, de érte úszó sikereket, de ugye Halasi Olivér 1500 gyorsan. 1500 gyors, ugye az egy maratonnal ér föl szinte futáshoz viszonyítva, nagyon komoly táv, és tudunk Dömötör Zoli bácsékről, ugye mondom az 50-es, 60-as aranycsapatából, akik nyertek a magyar bajnoki aranyérmeket úszásban, vagy Bolvári Tóni bácsi, aki megszólal a filmben is. De azért nálunk a legnagyobb sprintereknek talán rövid távon lenne egy A döntőre esélye a magyar bajnokságban, de az, hogy EB-t nyerni, az már elképzelhetetlen. Halasi Olivér számodra kicsoda a magyar vízilabda történetében? Hát abban a szempontból mindenképpen a number van, hogy a Komjádi Béla csapata, Komjádi Béla gyakorlatilag megalapozta a magyar vízilabda 90 éves sikertörténetét a kitartásával. Elmondások szerint 24 órán keresztül az úszodában élt, és az ő csapatában, ez az amputált lábbal már 19 évesen focistának induló Halasi Olivér ugye kijutott az amszterdami olimpiára az ezüstérmes csapattal. Úgyhogy így a Halasi Olivért így nevezném, hogy ő volt az első olyan csillag, persze Németh Jamesszal, Homonnaival, Brodyval és a többiekkel együtt, de akire extrán, többszörösen, sokszorosan is fölnézhetünk emberileg és sportemberileg is, nem csak az amputált láb, nem csak az úszás, nem csak a vízilabda, hanem mondjuk a háborúban, ahogy életeket mentett. Így van, emberek bújtatása is, tehát az emberi, a sportemberen kívül az emberi tartás is. Gyula, hogy alakult ki ez a páros? Mert ez a páros ráadásul úgy alakult ki, hogy aztán Gergő egyre jobban bele is folyt, nem? Így van, belerángattuk, ugye, a szó jó értelmében. Ugye pár évvel ezelőtt, amikor komolyabbra terveket szőttünk a saját filmgyártási tevékenységünk kapcsolatban, akkor ez a téma kvázi megtalált, és maga ugye a Komjádi aranycsapata, és ugye ez a Halasi sztori. És hát akkor gondolkodtunk, hogy ez jó lenne valami filmet csinálni, játékfilmet, vagy esetleg dokumentumfilmet, és egy ilyen fél éves előkészítés után fel volt írva egy pár név, pár vízilabdás név, és hát Gergőre jutott a választás, és így utólag azt mondom, hogy abszolút jó döntés volt. Tehát két éve Gergőt felkértük mi sportszakmai tanácsadónak, úgy kvázi akkor még a játékfilmes tervekhez. Tehát az élet viszont úgy hozta, hogy a dokumentumfilmet csinálhattuk meg, ugye a média tanács és a többi szponzoroknak a támogatásával. Igen, és közben belőled meg producer, vagy társproducer, szóval mindenes, meg gyártásvezető, szóval belefolytál rendesen. Igen, rám rakott terhek kumulálódtak abból, hogy rakjak össze néhány vízilabdás jelenetet egy nagy játékfilmbe, abból az lett, hogy rakjak össze néhány jelenetet egy dokumentumfilmbe, vannak ilyen illusztrált jelenetek, amit mai vízilabdás fiúkkal csináltunk, és köszönöm a munkájukat ezúttal.
És aztán abból az lett, hogy akkor lehet, hogy tudok anyagi forrásban is segíteni, a pályázati munkában is tudok segíteni, akkor a helyszínekben, a megszólalóban ugye Benedek Tibor, Kemény Dénes, Faragó Tamás, Dr. Kárpáti György, Schmidt Pál, Halas Ilona természetesen első helyen, Vitrai Tamás, Továri Zsuzsa sportpszichológus, tehát egy nagyon széles kör, ugye Sors Tamás, Becsei János paralimpiai bajnok úszók, ezeket szépen, ezeket a bajnokokat felkerestem, tévészemélyiségeket, és akkor így gyakorlatilag az egész gyártással, félig meddig gyártásvezetőként is foglalkoztam. Leszerte még úgy látszik, hogy lesztek együtt majd producerek egy nagy játékfilmben is ezzel kapcsolatban, nem? Hát ez a sors útjai kifőkészhetetlenek, az egy nagyon nagy projekt, sokszoros a munkában és minden szempontból nagy játékfilm, egy dokumentumfilmnek. Most ennek nagyon örülünk, ennek az edukációs, ismeretterjesztő célra készült filmnek. Az egy látványos dolog lenne. Uh-huh. Mi volt a rendező elképzelésetek kettőtöknek, szóval hogy milyen típusú dokumentumfilmet akartatok Halasi Olivérről készíteni? Hát ugye a kedves nézők ugye úgyis majd fogják látni nem sokára, ugye különböző médiumokban, illetve a mozivetítésben. Ugye a fő koncepció azon túl, hogy ugye Halasinak ez a 31-es világcsúcsa megvolt, ugye azt is tudni kell róla, és lehet, hogy a nézők ezt nem tudják, hogy ő volt, aki a Balatont hosszába átúszta. Ugye azért ugye ez csak is teljesítmény, és a történetnek a keretét tulajdonképpen ugye ez a fajta úszás adja, ugye mind az elején, közepén és a dokumentumfilm végén. Próbáltunk, illetve törekedtünk arra, hogy egy kicsit dinamikusabbá tegyük a filmet, azért is, ugye egyrészt a sport miatt, vízilabda sport miatt, ugye nem egy lassú tevékenységről beszélünk, illetve hogy a nézőknek egy picit, tehát ne az legyen, hogy akkor 10 perc után akkor kikapcsolják a tévét, vagy kijönnek a moziból, hanem egy kicsit ugye a látványvilágot kicsit jobban, dinamikusabban a közönség elé vigyük, illetve hát a zeneszerzőnkkel is az volt a koncepciónk, hogy több helyen szintén ezt a tempót, illetve a dinamikát, feszültséget is fokozni akartuk, így vittük véghez. És annyira próbáltunk belemélyedni a témába, hogy igyekeztünk találni egy olyan embert, egy olyan személyiséget, akinek hasonló sérülése van, mint Halasi Olivérnek, ugye a parasportolók közül, és esetleg tudja őt játszani az illusztrált jelenetekben, úgyhogy itt Szűcs István megtaláltuk a Mozgásjavító Intézetben edző és testnevelő. Köszönjük neki is a munkáját, ő gyakorlatilag Halasi Olivért tudta alakítani a sajnálatos sérülése miatt, úgyhogy vízlabdásokkal is, a Balatonban is több helyen forgattunk vele, és úgyhogy igyekeztünk tényleg a nézőknek egy ilyen plasztikus képet adni. Értek egyébként benneteket meglepetések ugye a Halasi életét felgöngyölítő munka közben? Tehát, hogy olyan apróságok vagy apróságnak tűnő érdekességek, információk, ami nem hogy a néző, hanem ugye aki még valamennyire elmélyed, az se feltétlenül vesz észre, vagy tudja elsőre. Hát mondhatnám azt, hogy az egész élettörténetet ilyen kész meglepetés. Ugye pont pár napja adtunk egy interjút ugye a filmről, és hát felhoztam, hogy azért az emberek többsége itthon, ugye a nevét nem is tudja annyira, ugye a Komjádi Bélánál, Hajós Alfrédnél, ugye kvázi mindenki mond leragad, őket ugye ismerjük, ugye utcák, terek, uszodák vannak elnevezve róluk, és ugye tehát tulajdonképpen az egész életútja, én azt gondolom, hogy tele volt ilyen meglepetéssel, talán ugye, amit mondjuk kiemelnék, ez a sportásoknak úgymond ez a zsidó bújtatás, ami olyan téma volt, ami igazán ugye a filmes szempontból hogy jobban felkeltette a érdeklődésünket. Még a halála is nagyon rejtélyes volt, abszolút, az is hozzátartozik, kik miért, hogyan, szóval ebbe is számos kérdőjel van. A lassan a végére érünk. Igazából, hogyha már itt Gyula szóba hozta Gergő, milyen ma legalábbis a vízilabda társadalomban az ő respektje, az ismertsége és az emlékápolása? Ugye nálatok ebben a sportágban szokás azért tudni az elődökről. Igen, ahogy mondtam, ugye pont 90 éves idén az első olimpiai érmünk, tehát hatalmas tradíciója van a vízilabdának Magyarországon. És én emlékszem tényleg, hogy újonc gyerekkorunkban kaptunk egy ilyen vízilabda történeti áttekintést,
60-70 percig biztosan beszélt az edzőnk a nemzetközi kialakulásáról, a sportágnak, a magyar kialakulásáról, a Komjádi féle aranycsapatról, akkor kezdtünk el Halasiról először hallani. És ilyen szempontból például volt Kösszájon is az ő neve, hogy ha Halasi Olivér megcsinálta Csonka lábbal, akkor Nagy Mátait nekünk nyávogjál. Tehát egy edzésen volt egy ilyen úgymond negatív motiváció, hogy nehogy már ne csináljuk meg, hogyha ő megcsinálta. Én azt látom, hogy a mai világban ugye sokkal többen sportolnak szerencsére, sokkal többen vízilabdáznak, és különböző lehetőségek miatt, ugye most a taórendszer és egyebekről beszéltünk, de talán a sok edzővel higult, és egy kicsit ez is kevesebbet tudnak a gyerekek, a maiak erről, úgyhogy emiatt is szól ez a film a fiatalságnak, a vízilabdázóknak, a sportolóknak, és szeretnénk elvinni oktató jelleggel iskolákba, sportiskolákba és sportintézményekben majd ezt a filmet megmutatni. Hát azt kívánom, hogy akkor szárnyaljon és sikeres legyen a mozi, és lássák minél többen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a lehetőséget.